Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárt Hun, a mai videóban pedig Magyarország-Oroszország, nem húzom az időt, parázs mérkőzés, igaz csak barátságos, de végre egy válogatott mérkőzés hosszú idő után. Gondoltam, adjuk meg a lehetőséget, illetve a tiszteletet a mérkőzésnek, prémium pakkokkal fogjuk lejátszani. Szokásos menetrend szerint első félidő, második félidő, bármelyik csomagban orosz-magyar játékos bármilyen kártya van, akkor az a csapat szerzett egy gólt. Ennyire egyszerű az egész. Ugye ma június 5-e van, hétfőn ma játsszák ezt a mérkőzést 20:30-kor, aki nem tudná. Mi viszont leszimuláljuk itt Panini Adrain XL prémium csomagokkal a rotturásás kiadásban, ugye amiben mind a kettő válogatott benne van. Na de nézzük a mérkőzést! Magyarország, Oroszország. Első pak. Egy Di Maria. Game Changer. Megyünk tovább. Dybala Limited. Egy Fans Favorite. Mandzukic. Csiricses. A különleges kártyák közül tehát semmi. Kódokat majd Facebookon fogom mutatni. Ízelítőnek egy Di Maria kódot mutatok, de hát azért ne kódmutatással teljen az egész videó. Facebookon feljöttök, mindent mutatni fogok. Úgyne a két argentint odarakjuk. És egy Dzsudzsák Balázs! Ott a gól, Dzsudzsák! Zseniális! Vezet Magyarország Oroszország ellen. Szuper! 0-0 már nem lesz. Belgium, Mexikó, egy Loris Franciaországból, török játékos Tosun, még egy Csiricses, csak sima verzióban. Tehát 1-0 Dzsudzsák Balázs góljával. Jól indul a mérkőzés a mi szempontunkból. Még egy valami argentin. Mascherano, expert kártyája. Manuel Neuer Limited Edition. Brutális. Falcao. Blaszczykowski. Fordítunk. Spanyol David Silva. Egy Aguilar. Egy horvát. Royce Németországból. Luis Új-Zéland. Royce Zuba. Ott az egyenlítés. A franc egye meg. 1-1. Tehát az első félidő 1-1-es állással ér véget. Mascherano kódot mutattam. Megyünk tovább. Azt mondja egy Game Changer, Dele Alli. Hopp, azt kivisszük innen, őket lejjebb húzzuk. Szóval Dele Alli. Ez egy új-zélandi lesz, még egy Manuel Neuer. Szuper. Azt mondja egy Thomas Müller. Még egy horvát, még egy francia, Matuidi, brazil, Velszi, és még egy román. Nem jönnek a kártyák, amit nekünk lennének fontosak. De leállik kód. És az utolsó pak, hogy történjen valami ezen a mérkőzésen. Hosszabbítás nem lesz, mivel az esti meccsen sincs hosszabbítás, de nem is kell. Dzsudzsák Balázs! Úristen, duplázni tud egy Game Changer kártyával még hozzá. Muszáj mutatnom a kódját is. Egyszerűen zseniális. Dzsudzsák megoldja a mérkőzést. Reméljük este is így lesz. Azt mondja egy Neymar Limited. Egy Buffon. Egy Claudio Bravo. Sergio Ramos. Alexis Sanchez. Egy norvég. Skjöbred. Illetve svéd. Tatarusanu, és Topák, nincsen orosz gól, ez az, szuper, nyert Magyarország egy Dzsudzsák duplával, nagyon jó, nagyon örülök neki, reméljük, este is hasonlóképpen alakul, illetve Zuba tudott még valamit felmutatni ezen a mérkőzésen. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, nézzetek az esti meccset is, kommenteljetek, hogy milyen volt, miket játszunk még, milyen válogatott meccseket, ugye ezt a magyar-orosz nagyon sokan írtátok, aminek örülök. Igazából nézzetek rá a Facebookra, mert ezek a kódok mind oda fognak kimenni, nem egyszerre, hanem úgy szépen finoman pár darab először, hogy mindenkinek legyen esélye, mert ugye csak egyszer lehet ezeket belőni, ez nagyon fontos. Köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett, iratkozzatok fel, nézzetek rá a többi videómra, sziasztok!